Üdvözlök mindenkit! Ez a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának legújabb podcast adása. Vendégem dr. Habil Obermeier Nóra, akivel a legújabb szakirányú szakról fogunk beszélni, ami nem más, mint az Ipar 4.0 Management. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket és hallgatóságot. Nóra, kérlek, mondd el, hogy miért is jött létre ez a szak, és miért hiánypótló? A Gazdaságtudományi Kar részt vett a tématerületi kiválóság programban, és ezen belül mi létrehoztunk egy digitalizáció és tudásmenedzsment kutatócsoportot. És ez a kutatócsoport valamennyi kutatásában, ez egy több éves folyamat volt, több olyan dologra ráadtunk rá így az Ipar 4.0 folyamatok kapcsán, amiből azt a következtetést vontuk le, hogy ezek a digitális technológiák, ezek elképesztő sebességgel változnak, és a vezetők és a munkavállalók nem feltétlenül tudnak lépést tartani ezekkel a változásokkal, és azért úgy gondoltuk, hogy egy olyan képzés, ami ezt a digitális transformációt támogatja menedzsment oldalról, egy ilyen képzés az hiánypótló lehet. Mi a szak újdonság tartalma, és mi a célja egyáltalán? Tulajdonképpen az Ipar 4.0 és a digitalizáció az egy olyan új trend, ami a hazai vállalkozásoknak és vállalatoknak hosszú távon meg fogja határozni a versenyképességét. Tehát az egyik lényeges pontja vagy célja az ez volt. A másik pedig az, hogy olyan Ipar 4.0 szakmenedzsereket fogunk képezni, akik majd a digitális kor követelményeinek mind menedzsment, mind szervezeti, mind vezetési oldalról majd meg tudnak felelni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen digitális átállásban ezeket a szervezeteket tudják majd támogatni. Tehát olyan kompetenciáikat fogjuk fejleszteni, amelyekkel akár a digitális kompetencia, digitális attitűd fejleszthető lesz. Többek között a kutatási témáinknak is ez volt az egyik lényege, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy a feltörekvő technológiákkal való együttműködésre hogyan tudnak reagálni a vállalatok. Hát azt tapasztaltuk, hogy ebben hiányosságok vannak, és szerintünk ez egy jó cél egy ilyen képzésnek a megvalósítása. Értem. Kiknek ajánljuk ezt a képzést? Kiket várunk? Egyrészt beszéljünk a bemenetről is, hogy valójában bármilyen alapképzési szakról érkezhetnek hozzánk jelentkezők, ami azt jelenti, hogy a hagyományos alapképzés és a korábbi főiskolai végzettséggel is várunk jelentkezőket. És olyan szakembereket is várunk, akik mondjuk a saját szakterületükön akár menedzserként, vezetőként vagy tanácsadóként dolgoznak, és támogatni szeretnék a partnereiket, munkavállalóikat abban, hogy hogyan álljanak át a digitális világra. Tehát ebben az átállásban, akik támogatni szeretnék a munkatársokat, őket is várjuk. Tehát gyakorlatilag bármilyen területről érkezhetnek hozzánk. Akkor elég rugalmasak vagytok a bemeneti követelmények tekintetében. Így van, így van. És ha elvégzi valaki ezt a szakot, akkor milyen pozíciókat lehet betölteni? Tulajdonképpen az ipari, a szolgáltató szektorban, vagy akár a közigazgatásban is közép-felső vezetői szinten bármilyen menedzser, akár projektmenedzser tanácsadói területen el lehet helyezkedni, hiszen olyan kompetenciákkal ruházzuk majd fel a hallgatóinkat, akik képesek lesznek ezt a digitális átállást támogatni, irányítani, vagy akár új innovációkat generálni a vállalaton belül. Ez remekül hangzik. Szó esett itt már a bemeneti követelményekről, illetve egyéb másról, de még a tantárgyakról nem mondtál semmit. Erre vagyok én nagyon kíváncsi, és szerintem a nézőink, hallgatóink is. A tantervet két területre lehet bontani, az egyik a menedzsment irányú tantárgyak, hiszen a nevében is szerepel, hogy az Ipar 4.0 menedzsment szakirányú képzés. Itt olyan tantárgyakat kell elképzelni, mint agilis vezetés, stratégiai tervezés, innováció menedzsment, tudásmenedzsment. És a másik terület az pedig a szakmai tantárgyakat öleli fel, ezt pedig a műszaki informatikai karral és a mérnöki karral közösen fogjuk biztosítani a hallgatóknak, ott pedig olyan tantárgyakat fognak tanulni, mint a digitális transformáció kihívásai, kollaboratív technológiák, adatvizualizáció, adatvezérelt döntéshozatal, tehát abszolút új és a mai piaci igényeknek megfelelő képzést állítottunk össze. Hát igen, ahogy most így elmondtad, elég hangzatos a dolog, és úgy gondolom, hogy elég átfogó tudást biztosítottak.
Így van, és mindezt két fél év alatt. Tehát ez az egyik fontos pontja ennek a szakirányú képzésnek, hogy ezt a képzettséget ezt két fél év alatt meg lehet szerezni. És az oktatás az hogyan zajlik, tehát mikor vannak az órák, illetve aki elvégzi ezt a képzést, neki kell szakdolgozatot írni, és záró vizsgával mi a helyzet, erről egy pár szót tudnál nekünk mondani. Igen, ahogy említettem, ugye két fél éves a képzés, és mivel ez egy szakirányú továbbképzés, ezért ez úgymond levelező képzésnek minősül, tehát az órák jellemzően szombati napokon vannak, azért igyekeztünk mondjuk egy hosszú hétvégére nem betervezni órákat, ezért esetenként előfordulhat, hogy péntek délután is lesznek órák. Ami pedig a végét illeti, nem tipikus szakdolgozatot fogunk kérni a jelentkezőktől, hanem egy úgynevezett portfólió alapú probléma megoldó szakmai feladat, amit el kell végezni majd a két fél év során, és a végén természetesen azért egy záróvizsgával fog zárulni a képzés, amely pedig esettanulmány megoldás formájában kerül majd megszervezésre. Még arról nem esett szó, hogy hogyan lehet jelentkezni. A jelentkezés az egy jelentkezési űrlap kitöltésével történik, ezt a honlapon megtalálják az érdeklődők, nincsen felvételi vizsga, sem pedig felvételi elbeszélgetés. Akkor mondhatni, hogy ez ilyen fluid módon így van. Zajlik. Így van, gyakorlatilag azt kell megvizsgálnunk, hogy a bemeneti alapvégzettség az megfelelő-e, de ezt rugalmasan kezeljük, hogy bármilyen szakról lehet érkezni, tehát tulajdonképpen a jelentkezési lap beküldésével ez elegendővé válik. Kedves Nóra, köszönöm neked, hogy eljöttél és megosztottad ezt a sok hasznos információt. Nektek pedig köszönjük, hogy minket néztetek, hogyha kérdésetek van, akkor az alul található e-mail címen megtaláltok minket. Sziasztok!